ugyan a függetlenség napja miatt ma zárva tartanak az amerikai tőzsdék, izgalmakból így sem lesz hiány, hiszen a Richter nagyon fontos bejelentést tett ma reggel. Július 11-én, tehát jövő csütörtökön már életbe lép a részvényfelaprózás. 1-10 arányban fogják felaprózni a Richter részvényeket. A piac korábban arra számított, hogy ez csak szeptember vége, október eleje tájékán lép életbe. A jelenlegi 1000 forintos névértékű Richter részvényekkel július 10-éig, tehát jövő szerdáig lehet kereskedni, az új részvénysorozat pedig csütörtöktől forog majd a tőzsdén. A jelenlegi Richter tulajdonosok 10 darab új sorozatú részvényre lesznek majd jogosultak. A hír azért is különösen fontos, mivel ez tovább javíthatja a Richter likviditását, ami elengedhetetlen feltétele, hogy visszakerüljön az MSCI feltörekvő piaci indexébe. Bár számításaink szerint ez már akkor is majdnem biztosan életbe lépett volna novembertől, hogyha nem jelenti be a Richter ezt a részvény felaprózást, de így még nagyobb a valószínűsége, hogy be fog következni. Azért nagyon fontos a Richter MSCI feltörekvő piaci index tagsága, hiszen rengeteg ETF, illetve passzív alapkezelő követi ezt az indexet. Tavaly novemberben, amikor kikerült ebből, akkor 10%-os esés követte ezt a bejelentést, így novemberben nagy árnövekedést hozhat a Richter.